Nagy volt az érdeklődés és a sürgés forgása 17. Fehér Tó napján. A kikapcsolódást biztosító programok mellett a rendezvény célja a tájvédelmi terület megismertetése volt. Immár 17. alkalommal rendezték meg a Körösmaros Nemzeti Park egyik legértékesebb területén a Fehér Tó napját. A rendezvény célja az volt, hogy a látogatók megismerjék a nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő jelentőséggel bíró tájvédelmi területet. Több mint egy évtizeddel ezelőtt határoztuk el azt, hogy megpróbálunk itt egy olyan rendezvényt a térség számára létrehozni, ami egyrészt mindenki, aki érdeklődő, megtalálja a természetvédelem, a növények, állatok iránti érdeklődésének a megfelelő elemet, illetve hogy egyáltalán próbálunk egy olyan rendezvényt, ami élővé válik. Kicsik és nagyok egyaránt megtalálták a maguknak való kikapcsolódást a puszta központban, de a tájvédelmi területen is minden érdeklődő előtt nyitva állt a kapu. Számos színes és interaktív program várta a kilátogatókat. Morzsoltam ilyen kukoricát, az nagyon tetszett. És annak köszönhetően néztünk ki, hogy anya elmondta ezt nekem, mert anya megtudta a barátaitól. Igen, ismerősöktől hallottuk, hogy van ez a program, és gondoltuk, hogy kinézünk, és nagyon tetszik. Most vagyunk itt egy fél órája, körülbelül egy órája, és hát ideig még csak kukoricát morzsoltunk, onnan nem jutottunk messzebbre, de szétnézünk. Én úgy látom, hogy nagyon színvonalas program van itt a helyszínen, úgyhogy én úgy gondolom, hogy legközelebb is el fogunk jönni. Az idei sikeres rendezvény lebonyolításához a szervezők mellé közel 20 fiatal önkéntes tanuló is csatlakozott, akik segítették a nagyszabású programok zökkenőmentes koordinációját.